Észtország újabb 20 millió euró értékű katonai segélycsomagot küld Ukrajnának, jelentette be Hanno Pevkur észtvédelmi miniszter kijevi látogatásán. Az Ézt védelmi tárca hivatalos honlapján nyilvánosságra hozott közleménye szerint az új csomag elsősorban tüzérségi lőszereket, páncéltörő fegyvereket, robbanóanyagokat, gázálarcokat, mesterlövész felszereléseket és kisebb kaliberű lőszereket tartalmaz majd. A segélycsomag 155 mm kaliberű lövedékeket is tartalmaz, ami Észtország további hozzájárulása az Európai Unió azon kezdeményezéséhez, hogy egy millió lövedéket küldjenek Ukrajnába. Észtország hozzájárulását részben Dánia finanszírozza. A lőszer pontos mennyiségét biztonsági okokból az Észt Védelmi Minisztérium nem hozta nyilvánosságra. Hanna Pevkur Kievben találkozott ukrán hivatali partnerével, Rustem Umerov védelmi miniszterrel is.